reggelt! Mackó buckó! Na, 12. nap. Nézzük. Elfelejtettem játszani. Van egy krumpli, vagy annyi minden van. Mit kérnek? Fancy greens. Fancy, vagy a krumplit biztos, hogy kérött az egyik. Fencing, az elvileg, aha, itt van fancy. Egyet biztos, hogy kért. Az a bajom, hogy ez a roasted vegetables, ebből mi lesz? Mert gombából ugye tudjuk, hogy gomba lesz. Ez elég egyértelmű. De csak a, ezért, mi lenne, hogyha megpróbálnánk mondjuk édes burgonyából csinálni ezért? Hat darab lesz belőle, ebből mennyi lesz? Várjál, egyet kéne. Nem jó így, mert nem reális, amit én... Egyet kéne. Ebből három, aha. Jó, akkor viszont így csináljuk. Oké. Okay. Jó, és akkor először is neked adunk. Neki Lunának bagel kell, és fancy greens kell babynek, akkor babynek ezt odaadjuk. Igen, tudom, hogy szereti. Ó, köszönöm. Köszönöm, baby. És akkor neked pedig Luna bagel kell. Jó, bagelt majd szerzünk. És nem tudom, hogy Toffinak mi kell. Toffinak valami extra saláta kell, ha jól látom. Ó, a chestnut tree! Ó, most tök jó, és mindent lehet harvestelni. Lakit még meg tudjuk simízni. Mert egy kicsit az egeremet segítségül veszem, mert nem tudom leharvestelni ezt a rengeteg fát itt egy helyen. A citromfa is. Egyszerűen annyira nehéz leharvestelni izéval. A kontrollerrel. Ez is mehet. Nagyon jó. Akkor van itt még elvileg nekünk két fa. Nem jóra kattintottam még így se. Nem tudok rá kattintani, vágod? Annyira egy helyen vannak. Opp, megvan. Na most ezzel jobban sikerült. És ez is megvan. Nagyon jó. Ezt lehet, hogy széjjelbe kell. Itt van még egy. Oh. Ezeket széjjelebb kell tennem, mert ez így nagyon nem jó. Nem Lakit akarom elrakni, hanem egy picit a fát. Egy picit valahogy széjjelem, mert ez így nagyon, nagyon nem jó, hogy ilyen sűrű. Nem Lakit, nem Mr. Weddles. Igen, ez jöhet egy kicsit mondjuk ide. Nem. Igen. Őt ide hátrébb rakhatjuk. Nem. Nem Honey-t. Állandóan a madarakat akarja csöszegetni, pedig itt van egy rakat fa. Na végre. Na, ez így már jobb egy fokkal, és akkor ezt még mondjuk ide hátra rakjuk. Hú, ő nem szereti egy gyümölcsös izét? Na várj, akkor egyre arrébb rakom. Így se jó. Akkor mit csináltál eddig? Rakjuk ide. Na, így jó. Talán így jó. Itt le tudunk harvestelni valahol. Ott a kő, igen. Oké? Okay. Jó étvágyat kívánok! Fancy zöldségünk még elvileg van, igaz? Aha. De várjátok, egy csomó mindent be kell pakolni. Cica hajjal is be kell pakolni. Ezt oda, ezt szerintem Cookie-nak kell, ugye? Nem, Sky-nak kell. Úgy is van. Úgy mi? Na, nagyon boldog. Most már rengeteg tojásunk van.
És neked pedig, de miért nem, mert nem a madár, na, megvan Cookie-nak a zöldség, nagyon jó. Ő még Happy Bird-et dobál, ugye? Tojás is megvan, igen, ő a Happy Bird Essence dobálja, nagyon jó. Nekem mint a hármat láttam volna ilyesmire. Várjatok, akkor is lekergetem azt a... Úgyné. Várjatok, azt mondja, hogy akkor egy bagel mindenképpen kell, igaz? Bagelhöz kell a nut flour, meg ez kéne, roasted fruit, ebből 10 darab kéne. Jó. Akkor nem vagyunk előrébb, várjál. Kell chestnutot égetni. Kettőt. Így. Meg a gyümölcsből. Gyümölcsből mondjuk nagyon sok van, szóval az nem gond. Mondjuk ebből égetünk mondjuk ötöt, vagy nem négyen. Meg mondjuk ebből égetünk kettőt. Így. Mondjuk ebből égetünk kettőt. Meg mondjuk ebből égetünk kettőt. Így, és akkor ez így bőven elég, és akkor rá van nagyjából osztva. Vagy nem jó így. Szia Dominik, hello, hogy vagy? Így, és akkor ezeket meg lehet égetni. Hogy vagy, minden rendben? Jó, akkor a zöldségkel, meg a fancy, meg a béga. A szondi, hogy? Akkor először is kell egy béga. A chestnut a legnagyobb probléma egyébként. Kell egy ilyen fancy. Szuper. És kellene még egy ilyen. Egy gyümölcs saláta. Szuper. Jó, ennyi? Valamit még tudok nálcsinálni, valami új receptet kaptunk. Ja, lembaszt kaptuk múltkor, tényleg. A lembasz. De mindig mondtam, hogy ezért olyan, mint a csúnyán beszélnék. Na, várja, ezt még kiharveszteljük. Oké. És akkor amíg elkészülnek a nyamik, addig ó, mennyi mindent lehet itt leharvesztelni, azt a mindenét. Várjatok. Hú, megvadultak a madarak. Ezeket is. Ezt is le lehet már. Megvadult. Na jó. Aha, ott van valaki, aki krumplit szeretne. Tessék. Így mi. Szuper, akkor viszont addig meg kezdjük el ez micsoda? Ilyen csontkupacok. Ilyen nem volt még. Új, munka Pesten! Mesélj, milyen munka? Mint chestnutot szeretne az egyik imp, hát azt lehet, hogy nem kapja meg. Na nézzük, mit tudunk Barry-nek segíteni a mai nap folyamán. Kikérhetném a véleményedet valamivel kapcsolatban? Szerinted a farmom egy kicsit... hát én overszett, túl zsúfolt. Túl zsúfoltnak tűnik. Hát nem tudom azt mondani, hogy nem, úgyhogy csak azt mondom, hogy igen. Szerintem nem. Szerintem tök aranyos. Én ezt nagyon szeretem. Tök aranyos. Itt valószínűleg egyet kell veled értsek. Látom a problémát. Mindent megtartok. Az a baj. Hogy a föld felett tartok meg, bocsánat, minden. Tehát nem kell neki pincét ásni? Vagy mit szeretne? Some storage tunnels. Aha. Underneath the property. Igen, tehát, hogy
Nagyon halványan emlékszik, hogy van ilyen tároló alagút a háza alatt. Valószínűleg ilyen pincének. És valószínűleg találunk ott pár nagyon fontos emléket azokban az alagutakban. Segítenél nekünk ezeket visszaszerezni, ezeket a régi emlékeket? A megfelelő eszközzel az excavate, ez ugye mondom, ilyen ki tudnám ásni, hogy meg tudnám ásni ezeket ki tudnám fúrni ezeket az alagutakat. Itt egy lista, amire szükségem van, és nagyon szépen köszönöm. Metal pickaxe, iron ingot kell csak neki, ez nem olyan vészes. Kapnánk egy izét, egy erősebb pickaxe-ot? Ezt adom. 20 darab iron ingot kell neki, egy sincs, úgyhogy szerintem medium iron-t kell majd égetni. Gyár, kiderül, várjatok. Mindent bepakolunk. Ez mi, a silver? Igen, ez silver, akkor ez nem kell. Jaj, nem akartam kívánni, bocsánat. Szóval iron. Asztalos, pontosan nem tudom még, hogy milyen területen, most még várok a visszajelzésre, de ha az nem jön össze, akkor megpróbálok valamilyen futárállást. Szerintem a futáros dolog az baromi jó. Az baromi jó el tud jönni. Mármint no joke. Tehát, hogy én nekem annyi ismerésem, például dolgozik így ilyen voltnál, vagy 8 darab iron ingot lesz csak. De ilyen egyéb ilyen futárszolgálatnál, mondjuk a kajáknál. Medium silver. Hát ez probléma, várjatok. Ez nem hiszem, hogy elég lesz. Huszonegy lesz belőle. Ja, akkor pont annyi iron-om van. Ez megint nagyon ki van számolva. Jó, adjunk neki oda mindent, amire szüksége van. Itt van ugye a pickaxe-unk, itt van az ingot, itt vannak az ágak, és itt van a... Hát, nem kemény, 8 relikes. Üdvözöllek újra. Elveszem ezeket a szerszámokat, és hozzávalókat kezedből, és hiszem szépen. Egyébként, amíg kim voltál, és összetettél nekem mindent, addig... Volt egy ilyen, ez micsoda, ilyen... egy valódi ilyen visszaemlékezés, egy őszinte visszaemlékezés. Emlékezett nagyon-nagyon régről, hogy... emlékezett régen, hogy elraktározott egy készletnyi ilyen mestercsákányt, gyakorlatilag. És hogy sajnálja, hogy rabolt az időnket, és hát minden alapanyagunkat. De minden esetre mind odaadja nekünk az egyik csákányt. Fasza! Tehát igazából volt, aki mindenet csak elfelejtette. Mint hogyha egyébként magamat hallanám. Tehát ez csúcs minőség és minden nagyon erős követ szét fog majd zúzni, és megérdemled. Megtartom azokat az alapanyagokat, amiket idehoztál, és valamikor majd biztos, hogy lesz rá szükségünk. Csodálatos! Csodálatos! Na megkaptuk a Master Pickaxe-ot végül is. Így is jó, hogy sztori szempontjából ez a... Hát, hozzám már nekem egy pár alapanyagot. Ja, de amúgy minden volt, so whatever. Csak nem kapnak az impact, úgyhogy ez biztos, hogy nem adom nekik oda. Viszont Mackóhoz megjöttek a... itt van meg, ezért. Most a Mackóhoz megjöttek a kaják, úgyhogy azért gyorsan elfutok. Pillanat. És utána folytatom, ugye be kéne vásárolni egyébként. Soha nem lesz meg így a 100 000 gold. Ó, vannak flower, azt mindenképpen megvesszük. Tojást most nem veszek meg, madarakat se veszek most már.
Impessence sem kell szerintem. Ó, ezt megvesszük, ez aranyos. Ez nem kell. Rook Torch. Spiritbe. Ó, Iris. Na, ilyen nincs ez. Happy Impessence. Valóban szerintem abból nem sok van. Ez is Happy Impessence. Chestnut Tree. Azt most nem veszünk. Jó, hát akkor nem veszünk. Akkor Rucikat esetnek. Ó, ez aranyos. Oké, okay, Flaminek, ezt fel fogom venni, ez nagyon édes. Oké. Okay. Megint ott egy bajusz. Oké, okay, ez ne, az aranyos. Megint itt egy baj, én nem akarok bajuszt venni. Ó, de aranyos. Macis izé, ez aranyos. Oké, okay, köszönöm szépen. Ezt kiássuk. Ilyen macis maszkja volt, láttátok? Narancsárga, de tudom, így volt. Oké, okay, hol van el? Hú, de mérges itt valaki. Itt a posta maszkó, és akkor, mennyi mindenünk van. Itt vannak a kaják. Nagyon jó. Na. Ó, hát persze madarak. És megjött Daisy, az őzike. Kaptunk egy lába. Ó! Kettő őzike lett. Én csak egyet vettem, nem? Kettő őzikénk. Na várjátok, megetetjük a picurkákat. Úgyni. Nagyon jó. De miért érzette még? Nudul most meg neki mi baja van? Ha nincsen rére közelébe? Ez nagyon rossz ez a madár amúgy. Full lehúzás ez a madár. Lehet, hogy eladom. A többiek meg tök boldogok, de Nudli meg nagyon rossz. Rendben, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy benéztél. Minden jót kívánok és sok sikert. Remélem, hogy minden rendben lesz. Vigyázz magadra, hello, hello! Na, nem akartam megenni a bagel, cicus. Úgyni, nagyon jó. Hát nincs több fun dekorom, cicus, úgyhogy ez van. Ezt kell szeretni. Viszont nagyon szeretném lerakni az új pincurikat. A kózi dekort ő nagyon szereti. Hát ez nem is izé, ez várjál már, ez egy, mi ez? Na várjál, hát milyen állat ez? Ez valami mókus, nem? Úristen, de cuki! Rudolf, az, valószínűleg Rudolfnak fogom hívni egyébként a ezért a nyulat. Shelly. Papa. Turbo. Tetőnek fogjuk hívni. Azt tetszik. Ruby. Az is aranyos. Shadow. Chico Gizmo. Jelly. Kukamonga. Kukának hívjuk. Ha lenne olyan, hogy cuca, akkor annak ilyen cucának hívnám. Szia, Crazy! Szia! Hogy vagytok? Minden okés. Echo, legyen Echo a neved, ezt tetszik. Jó, akkor te vagy Echo a vérnyulunk. Vagy nem vérnyul, vérmókus. Nem tudom leszedni a tulipánt, hogy elmennél innen egy picit. Oké. Okay. Jó, te vagy most ott a Echo a vérmókus. Arrébb rakom a plantokat, már nem tudom lehárvesztelni tőle. Vagy erre rakom minden a vizét, nem tudom. Hol van? Itt van. Echo a vérmókus! Ott van. És akkor hozzuk be a vizét, az új jövevényünket. Ezt a mindenit! Várj,
Dani, nem jó, hát neked valami sokkal nagyobb terület kell. Várjál, erre nem számítottam, hogy te ilyen nagy darab leszel, már bocsánat, no offense. Ó, de szép vagy! Hát, hello! Oké, simi time. Ó, na akkor neki is kell találnunk egy jó nevet. Csicsi, Celeszt. Neki ez lesz a neve, hogy Celeszt. Szuper. És akkor lesz majd izénk is. Lesz majd te. Ó, de aranyos! De jó, csak három között rohangálom, hogy itt van hat item. De most miért részeg ez a karakter? Mi baja van ennek? Hát te szeretném a citromokat harvestelni. Voltak, mert városban néztünk hanosak játékot, mert nincs elég. Ki elég? Sose elég. Ez emlék kis cicának. Sose elég. Nincs elég játék. Nincs olyan, hogy elég. Készítettem egy nagyon aranyos nyuszi mintát. Ó, nagyon édes lett a mackó. Ezt annyira aranyos, ezt néztem. Hát ez tünemény. Ezt is most úgy találtad? Érted, hogy úgy találtad, hogy láttad valahol? Ó, nem szeret más madarakat. De lement neki. Na várjál, akkor őket. Akkor lehet, hogy ide elrakjuk Tofi mellé őt? Várjál, nem tudom. Akkor lerakjuk őt Tofi mellé, nézzük csak. Oké. És akkor neki is kell valami. Spooks, Lily. Ivy. Ez lesz a neved, mert véletlenül rákattintottam. Hogy Ivy lesz a neved. Sorry. Nézzük, mit tudunk segíteni ma Charlotte-nak. Ezt a macit kérték, hogy csináljam meg tüneményet. Mit tettünk ma Charlotte neked? Igen. Oké, szóval póksejmet használ, és fenyőgyantát ahhoz, hogy ugye... jaj, gyorsan akartam megint a ripet szót mondani, hogy... megjavítsa-e, ugye ezt helyre rakja-e a kézikönyvet. És most áll össze az egész. Most már áll össze az egész. De nem túl könnyű megoldani ezeket a rejtvényeket. Így, hogy ennyi darab hiányzik. Tehát valószínűleg akkor most jön az, hogy meg kell találnunk az utolsó lapokat. Amik hiányoznak. Természetesen nem kell vele rohanni. Azok a papírok fel fognak tűnni a megfelelő helyen és időben. De van egy érzés a kis vadőrpocakjában, a gyomrában, hogy amikor ezeket a papírokat összerakjuk, akkor ez egy teljesen új fejezetet fog nyitni számunkra. De nekünk ez megvan, úgyhogy let's go! Nézd csak oda, az utolsó darabok a kézikönyvből. Witch Ball. Ez mi lehet ez a Witch Ball? Várjál, micsoda? Nem szó szerint kell érteni, ugye? Lere, szia! Oké, szóval... De valamiféle boszorkány dolog. Mert az van benne, hogy... vannak benne tippek ilyen sírkövekből épített menedékekhez, hogy hogyan kell őket megépíteni, és hogy hogyan kell megvédeni az ételeket.
ezektől a vad poltergeistoktól. És nézd csak ide! Property of Sea Pine. Sea Pine tulajdon, ez nem tudom mit jelent pontosan. Persze már értem. Egész idő alatt azt hittem, hogy ez a te kézikönyved, amit itt próbálunk helyreállítani. De ez nem a tiéd. Ó, ez az övé, Sea Pine! Hát Charlotte Pine! Hát persze! Ez az övé, ez az ő kézikönyve. Igen. Ó, de még nem értettem, hogy ez most ki az a Sea Pine hirtelen, aztán most leesett. A régi kalandjairól, mint kis cserkész. Ó, nézzétek, ott vannak a poltergeistok. Ó, és itt fél. Ó. A szellemek, gondolom az itteni helyi szellemek nem hagyták őt békén, az itteni poltergeistok. És nagyon-nagyon félt. Ó. Pogit ettél írvajjal, az nagyon jól hangzik, de régen ettem pogácsát. Megtettem mindent tőlem telhetőt, hogy felszabadítsam ezeket a boldogtalan szellemeket a sötétségbe. De elbuktam. Ó, és sír! Ó, no! Ó. Szép munkát végeztél, hogy összetudtuk rakni ezt a kézikönyvet együtt. Most már több mindenre emlékszek saját magamból, saját magamról. De ne kövesd el ugyanezt a hibát, amit én tettem, vagy én elkövettem, kis cserkész. Ugye az itteni hangulatliget szellemei ugyanúgy elég barátságosak. Hogy hívják a valásra szerint Pottergeist? Jaj, Istenem. Oh my god. Virhang. De hiába kérünk, nem tudnak rajtunk segíteni. Amint ezt egyszer elfogadod, és feladod azt, hogy eteted ezt a tüzet, ugye, flémit. Akkor... gyakorlatilag... lesz egy hely mellette, ezen a fatörzsön. És én nagyon-nagyon szeretem a társaságot. Wow! Hogy belemaradjunk Afterlife! Úristen, ez de aranyos! Jézusom! Oké, ez baromi aranyos volt. De adjuk Flaminek, még 4 kell. Mert lerakok ide is egy pár izét, egy pár bokrot még. Most kaptunk egy izé bokrot. Berry Bush, te szereti. Na, az jó. Jó. Jól haladunk. Ezt most nem tudjuk leharvestálni, igaz? Nem, mert nincs hozzá még a külding meg. Oké, akkor mit tudunk segíteni Alisonnak? Szia, Cuni! Hello! Hello! Ezt nem tudom, mit mutogatsz, de szia! Szóval talált ki, hogy mit csináltam, mondja nekünk Alison. Így van, egy új receptet. És ez tényleg olyan, ami hát, ez milyen kifejezés. Hogy egyszer aztán hanyat tesünk gyakorlatilag. Mert tükörfordításban ez úgy van, hogy le fog
téged venni a lábadról gyakorlatilag. Az a lényeg. Remélhetőleg nem szó szerint ezúttal. Légy olyan kedves és szedj nekünk össze pár hozzávalót. Ó, de meg is van. Szia! Mit hoztál? Csoki gyuszi, de hát nincs is még húsvét. Csoki gyuszi. Jó tetováló szalont? Hát... hát én itt, akinek csináltattam a piercingemet Fehérváron, én oda fogok visszamenni tetoválást csináltatni. Őket nagyon szívesen ajánlom, hogyha szeretnéd. Vagy adjunk neki gombát. Feldolgozott étel. Hát akkor izét kapsz. Gyümölcsöt adjunk neki, vagy tojást? Hát, kettő tojás belefér, szerintem. Ez pont az, ami kellett, amit keresett. Micsoda? Húsmentes steaket akar keresni, hogy igazán ütős legyen? Mit csinálsz? Úristen, bolond. Persze, majd megkeresem és átküldöm, jó? Csak nem most, hogyha nem probléma. Most. Tessék? Igen. Visions tattoo? Na most mondja Cuni, hogy akkor meg tudod nézni így is, hogy Visions tattoo. Székesfehérvár. És meg tudod nézni. Akkor nem kell be linkelnem, mert nekem is hirtelen nem jutott eszembe a nevük. Elvileg már nagyon-nagyon-nagyon-nagyon régóta itt vannak. Tehát ilyen több generáción átívelő az egész üzlet, csak folyamatosan egyre modernebb és egyre jobb ugye a munka. De nagyon-nagyon régre visszanyúló és jó munkáik vannak. Tele van a backpack. Oh no, várjátok. Kell raknom az inventory-m. Oh, tele van az inventory-m. Hol vagyok? Várjatok. Úgy nem találom magam. Várjál, ezt biztos, hogy betesszük. Ezt is, ezt is. Ezt is, ezt is. Ja, a virágok miatt van ennyire tele az inventory-m. És miket kaptunk itt? És az Iron Ingotot is betehetjük mondjuk. Kaptunk itt most valamit. Egy lawn chair. Ez egy fisherman, gazania table, decoration, natural, common, floral. Na várjál, ezt ide tudnánk tenni valahova mondjuk? Fúj, nagyon nem szeretik. Jó, nagyon nem szeretik. Akkor én ezt átrakom neki ide. Úgy, ők még nagyon szeretik, nagyon jó. Viszont akkor lehet, hogy az asztalt átrakom innen a tábortűzzel. Meg a székekkel. Ne, fölvette, oh my goodness, várjál. Hát szinte mindenki, tehát ott nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jól dolgozik mindenki. Én azt hiszem, talán egy Mark nevű fiúnál, vagy srácnál voltam, ha jól emlékszem. Aha, sehogy nem lehet izélni. A környezeket nem tudom, felveszem, vagy nem, vagy várjál, tudod mit nem? Így fogom rakni. És... hát az mindig menője. Az sose évül el a pillangós tetkó. Jó, ez így jobb egy fokkal. Jó, te szereted a natural decor, örülök neki, tessék. Kapsz simit. Úgyni. Na, menjünk tovább akkor Jeremyhez. Úgy, hogy van valamit, ki tudok harvestelni. Nagyon jó.
Oké? Okay. Mit tehetünk érted, Jeremy ma? Valamit lehet újat craftolni? Rare Bamboo Front Gate. Hát ilyet nem csinálunk ennyi Happy Essence-ért, de mit tudunk neked ma segíteni? Ugye összetörtük a kis madárházakat, igen. És... ugyanolyan kísértet, mint mindig. Bocsánat, ezért nem tudom, miért gondolkodtam el együtt. Valami újat kell kitalálnunk. Mi más tudnánk még tönkre tenni? Nézzük csak. Ugye volt ez a madárházas fázis. Ugye, azon túlestünk. És azután tovább lépett egy ilyen... köszönöm. Tovább lépett ilyen bonyolultabb alkotások készítésére, és elkezdett órákat megjavítani. Szóval itt az idő törni és zúzni. Get it? Break, time, clocks. Szóval, hogy fogtad, hogy meg kell törni az időt, meg az órákat? Bocsi, szar volt a vicc. Oké. Barn full of stuff. Barn full of stuff. Akkor biztos, hogy valami Barry-nél van. Várjatok. Barn full of stuff. Nem ár, hogy nincs itt Barry-nél. Hát megbolondulok. Hát itt tele van minden. Levágjuk. Hogy lehet ebből csak kettő? Na már hogy? Elfáradtál, vagy mi történt? Újjeg itt is el. Figyelj, ott van a... Megvan. Kicsit kicsi volt. Nem nagyon vettem észre. Oké, itt az óra. Akkor itt az idő tönkretenni még egy hát ilyen jól összerakott, precíz munkát. Őszintén egy ilyen hosszú élet után, amikor ennyi mindent építettél ilyen óvatosan össze, konkrétan élvezem azt, hogy tönkreteszem őket. Csak van egy kis probléma. Ha ez az óra, ez nem az enyém. Látod ezt a pici H betűt ott az alján? Ez a barátom Harold munkája. Nincs értelme tönkretenni valaki más óráját. Ez nem egy ilyen túlvilági... mi az ilyen természetfeletti... Hát... Mi a penance? Ilyen bűnbánat, ilyen vezeklés gyakorlatilag. Ez csak egyszerűen gonosz. Szia, Cuni! Délóta csinálod a kenát? Meglátjuk, de valószínűleg fogom még. Igen, még valószínűleg fogom. De egyelőre csak megtartja ezt most, azt mondta Jeremy. Hát jó. Köszönöm szépen, Vibeke, így is. Majd mennek ki a Ragnarökök is. De ezt majd beszéljük meg később. Ott van egy... Hopp! Ott is van. Azokat a kagylókat megint meg kéne próbálni kacsázni. Mizucuni! Még kettő kell. Várjál. Uh,
Vedezd, de most mit kaptunk? Ja, ez volt a Fisherman dekor, aha. És mennyi stone-unk van? 58 darab, van 5 darab ilyen. Mekkora, 5 darabból már ezért meg tudom próbálni, hát ha. Rendben, Vibeke, köszönöm. 5 darabból már talán be tudok egy párat így ütni, mert ez túl erős lesz. 1, 2, 3, 4, 5. Nem. 4. Az is nagyon jó. A D-Ressence, mi volt az? Cica, izé, Spirit Deer, nem, Spirit Bird Essence, lenézek a esetre. Akkor ide lerakjuk a izét. Ide lerakjuk a homokvár mellé, ez tökéletes lesz. Ide, így, szuper. Kapitány, nem kell a kapitánynak ma küldizni? Ó, a kapitány nagyon kiütötte akkor magát. Na, várjál, hogy megpróbáljuk akkor. Így. 1, 2, 3. Hát most 3 lett, nem baj. Ez is nagyon jó. Legalább kaptunk ilyet a gemstone-t. Itt vannak a... izék is. De ezt megint izébe kell rakni. Hol van? Itt. Aj, de jó lenne, ha... látnék. Oda mondjuk. Aha, oda. Oda meg, aztán ma verseny lesz Loa-ban. Oda megyek. Sok sikert! Sok sikert! Remélem, hogy sikerülni fog. Nagyon-nagyon-nagyon szurkolunk. Nem kapod meg a chestnutomat, az enyém. Mikor kezdődik? A 100 coin volt, nice. Vagy egy gombát hozok annak a bolondnak. Gesztenyét nem kapják meg. A gombát kaphatnak. Jaj, nem, most azt nem kellett volna berakni. Aj. Tony, hát nem kellett volna. Ad oda. Beraktam. Ezt ad vissza. És ezt meg kell tanulni, mit kaptunk? Common Farmhouse Ornament. Ó! Megkaptuk a receptjét, ez jó. Ilyet raktunk le Mr. Kid baltja mellé. 8 órakor sok sikert kívánunk, és hajrá, 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 nagyon szurkolunk. Ott egy izé, ez volna. Igen, igen, let's go! Ez mindig kell. Nézzük Francescának mit tudunk segíteni, mert a kapitánynak ezek szerint nem kell. Ugye láttalak körbe-körbe itt ugye rohangálni, és levágni a füvet gyakorlatilag, ugye ezeket a zöldeket. Egy kicsit talán mérges vagyok, de nem igazán. Oké. Ahogy a madarak is megeszik a gyümölcsöket, és a méhek is ugye kiszippantják a nektárt a virágokból, te is ugye úgy szered össze a mancsokkal ugye a napi szükséges dolgokat ezen a kis szigeten. Még ha csak azok ugye egy kis hát fű gyakorlatilag. Meg fa, meg gyökér, meg mindenféle, ami nekünk ugye szükségünk, amire szükségünk van napi szinten. Úgyhogy most menj, vágd le azokat a tövises, virágozó, vagy virágzó bokrokat, azokat a füveket, és hozd vissza úgymond a gyermekeiket hozzám. Micsoda? Look for a thorny flower stalk with one bloom and chop it. Na, ilyet se láttuk még. Úgyhogy
és sok erőt nekik teszem a képernyőre, kezdem, oké, megy az áldás, megy az áldás, cuni. Elmentem gombáj, és nem hoztam gombáját, nem mindegy. Whatever. Nagyon-nagyon küldem az áldást. Nem, tényleg nagyon gondolok majd rátok. Sok siker. Hol van a gomba? Hol van gomba? Na itt van, ezért mondom, hát... Nehogy már. Eldobtam volna valahova a gombámat, hogy mi a fene? Ezeket viszont... Ezt elégetjük. Ne viccelj! Én örülök neki, hogyha tudunk titeket támogatni. Én is ott leszek lélekben is, meg ott leszek néző... nézőként is. Na várjátok, itt van egy csomó virág. Viszont ide hoztam el a gombát, akkor már elhozom neki, eldobom. Hoztam kávét is, úgyhogy most már teljesen ki tudom élvezni a streamet, a csillezéseket. Kedves egészségedre! Éppen most még csináljuk a küldetéseket, de már nem sokáig, mindjárt végzünk. Mert a kapitány nem is adott küldetés, és a nagyjával pedig már kész vagyunk. Úgyhogy... És éppen Francescának kell virágokat... jaj, ne, ez megint a backbug. Igen. Most éppen virágokat kell, hogy levágjunk. Megint egy backbug. It's fine. Valamelyikben csak benne van. Aztán utána nem tudom, hogy mi legyen, mert a Hogwartsot be kéne fejeznünk. Na, gyakorlatilag le kéne speedrunolni a izén. Ez volt az. Megvan. Megvan a seed packet. Ahol tehát így ígértette a gyermekeit, hogy a magokat. Hozzuk vissza neki a magjait a virágnak. Ó, igen, itt vannak. Nem túl sok, de a következő évszakban csak várj, és meglátod. Tessék, ez a tiéd, hálám jeléül. Mit kaptunk? Lucifer urnája, úrsőn megint. Rengeteg coin! Let's go! Nagyon szépet vettünk. Mit vettetek? Muti! Every hour is witching hour. Decoration, spooky, common, witch interior. Na várjál, akkor ez megy a szobába. Ez valami boszorkányos cucc. Akkor ez megy a szobába. Várjatok. Megnézzük, mi ez. Ide bébihez berakjuk, nem tudom, mi lesz ez. De jó! Ó, nézzétek, de jó! Ilyen cicás izé van rajta. Ó! Ez lesz a kedvenc itemem. Ez de jó! Elküldted DC-t, már is megnézem. Ez az a izé, ami ilyen számozott festék, és akkor lehet vele izélni? Lehet vele így bíbelődni? A számfestős. Hí, ez tök jó! Gratula! Ez de jó! És ezt kitől kaptad? Ó, nézzük, Petrisnek mit tudunk ma segíteni. A Jackotta? Nézd, olyan mini részek vannak benne, hogy nem lesz könnyű. Hát ez sose könnyű egyébként. Nagyon-nagyon pepecselős munka. Oké, szóval, ja, bocsánat, egy kicsit elkaladoztam egy Discordon, szóval mi?
Petris azt mondja, hogy valaki a túlvilági feldolgozásnál már megint ilyen borítékokat dugott be a postai szortírozóba, és valószínűleg megint beszorult. Igen, és megint beszorult a gép, és az egész ligeten szétszóródtak a levelek, úgyhogy hát szerintem tudjuk, mi a dolgunk. Várjál, hadd nézzem. I heard someone say it was nearby some delicious dessert behind something. Aha, jó. Azt tudjuk, hogy hol vannak finom desszertek. Csak pár krittert elkapunk. Kinéztem már egy ideje, de magamra úgy nem szeretek költeni, aztán Jack rám parancsolt jóformán, hogy hozzad már. Aaaa, milyen kedves és figyelmes. Hopp, 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 megvagy. Örülök neki, hogy megvettétek. Remélem, hogy tetszeni fog egyébként. Ilyeneket én is szeretek, csak én izébe. Milyen nevébe? Ugye ilyen digitális izékba csináltam, megvan egy, oké? Okay. Tudod, ilyen digitális formában nem festegetni. Még olyat nem próbáltam ki. Fesztivál lufik mellett, akkor az pedig Valentinánál lesz valószínűleg. Ott egy coin, nice. Aha, meg is van. A következő is itt van elvileg. Stick pile, ott van a... Nézed át, kettőt egymás mellé rakott. És mi lesz itt? Van old dingy barrel. Na olyan vajon hol van? Régi koszos hordó. Az valahol lenn van a parton? Csak magadra szeretsz költeni? És ez a baj van? Dehogy van? Én cicákra költenénk, meg cicás dolgokra. Én is felnőtt, tehát felnőtt vagyok, és a felnőtt fizetésemet gyerekes dolgokra költem, amitől boldog lesz az inner child. Bennem, hogy úgy mondjam. Soha nem kaptunk meg semmit gyerek, ha látom. Nem kaptunk meg soha semmit gyerekként, aztán persze, hogy izé jól esik megvenni ilyen dolgokat magadnak. Nagyon jó. Kérem szépen a csomagot, köszönöm. És emeltünk is vissza Patricehez. Itt van minden, itt vannak a csomagok és a levelek. Tudtam, hogy van ott még két levél, mondja Patrice. Hát ezt mi is tudtuk, és ugye természetes adottságom van, hogy ezeket a leveleket összeszedjük. Köszönöm szépen, ezt már hallottuk. Még nem csináltam ilyet, ilyen gyémánt rakosgató cuccom is van, de azt sem bontottam még ki. Jaj, ezt tudom melyik, az mondjuk, na az lehet, hogy egy olyan, amit nem biztos, hogy kipróbálnék. Az valahogy nem ilyen bejövős, nem tudom, nézni tök jó, de csinálni nem. Valentinának mit segíthetünk ma? Üdvözöllek, kis szavazó, de így fog minket hívni? Mert akkor itt a kiégek, tehát leendő szavazónak fog minket hívni. Ez egy viszonylag szuper nap, valahogy így, nem... It's another... King Crisis! What is his neighbor? Úristen, hát teljesen meg van őrülve, hát megint krízis helyzet van. Ha Istenem, nagyon sajnálom, hogy így kifakadt belőlem ez a dolog. Nem tudom magyarázni. ez amúgy nagyon nagy arc. Szóval... meg tudom ezt tenni, ugye méltósággal, és hogy a pozíciómhoz illő visszafogottsággal mondjam el. Szóval
Nekem jobban tetszett, amikor itt káromkodott. Szóval... mi ez? Néhány... ugye ez az ingatlan közvetítő, ingatlanos lehetőség nyílt a városban, ami nagyon-nagyon jó. És az asszisztense Bruce és ő tett ki néhány ilyen figyelmeztető táblát gyakorlatilag, hogy hát valami szerencsés vásárlót találnak vele. Ugye így ki highlightolják, hogy így ki... mi ez? Kiemelnek gyakorlatilag ilyen táblákkal, hogy eladó. És aztán jöttek az impek, és aj, ezek az impek. Ellopták a jelzéseket, ezeket a jelző táblákat. És hogyha ha rossz földre rakják, tehát rossz... mi a yard? Jaj, segítsetek, udvarra, tehát ha rossz udvarra rakják, akkor egy teljesen eluralkodik a káosz és a pánik, és vége lesz, és be van pánikolva Valentina. Oké, szóval hozzuk neki vissza nagyon-nagyon gyorsan azokat a kis jelzőtáblákat, és minden segítséget megkapunk. Ez a kurva impek, így el tudok képzelni egy ilyen karakter, tényleg egy ilyen vicces szinkrohang, hogy azok a rohadt szajba tekert impek, hogy nem hagyják békén ezt a szigetet. De full el tudnék képzelni egy ilyet. Annyira vicces. Tele van a backpackem? Hú, az nem jó. Várjátok, tele van a backpackem, nem vette fel az itemeket? Ja, mert el kéne adni. El akartam adni pár dolgot. Igen, itt a moszkítókat. Ezt is. Ja, igen. A izéket el akartam adni. Ez a backbag. Ez nem túl jó. Várj, de most nem vette föl. De felvette, jó, oké. Na, akkor kergessük meg azokat az impeket, de gyorsan. Hopp, ott van egy, mert tudtam, hogy sunyulsz. Tudtam. Már legelején tudtam. Ott van, amik így külön vannak, azok nagyon sunyulnak. De is sunyó ez? Nem. Kapitány, az most jól el van. Jeremynél sunyulnak? Nem sunyulnak. Itt sem sunyulnak. Itt nincsenek impek. Itt sincsenek, de itt tudunk ásni. Nem kapsz. Nem adom oda a gesztenyét, basszus. Nem érdekel, hogy impeszenszad. Majd, hogyha ilyen gombát kérnek, meg ilyen baromságokat, akkor ezt odaadom, de annyira kevés gesztenye van, és ahhoz képest, hogy van gesztenyefám, kettő is, ilyen egy darabot dob. Ó! Kaptunk egy izét, egy új cooking recipe-t. Az jó. És én nem adom nekik oda a gesztenyét. Lehet, hogy valamit rosszul csinálok, hogy nekem ennyire kevés a gesztenyém. Ott van egy! Add oda! Úgy. És még egyet kéne megtalálni. Ezek ilyen kis igazi kis gazvickók egyébként, mert amúgy nem csinálnak rosszat a kis szemétládák. Csak csintalankodnak. Tudom, hol lehet még. Jó, shut up, dude!
tudod mennyi izé inventoristokat elfoglalnak azok a bagok? Shut up! Ezeket el kell... Ne, basszus, nem berakni akartam. Jaj, ne. Ezeket el kell égetni. Ezek egyesével egy-egy helyet foglalnak, és semmit nem kapsz belőlük, hogyha elégeted őket. Ez a legjobb. Szerintem ez valamilyen bokorba lesz, hogy valahol, valami mögött sunyul. Fogadjunk. Még általában többi impel szoktak lenni, szóval... Szeretném, hogyha megtalálnánk őket. Pedig reméltem, hogy az lesz az. Nagyon-nagyon egyedül volt ott, és egy kis súly... Op, ott van! Meg van egy rare kagyló, azt gyorsan felszedem, azt lehet, hogy elrakjuk. Gyere csak ide! Add csak ide azt a szányt! Úgy. Köszönöm szépen. De tényleg egy bug. Mármint egy backbug, az a neve. Na, itt van egy izé. Mert hogy érted, ilyen táska, rovar, bizbasz. Na itt van az 5 darab sign. Megtaláltuk mind az összeset, amit csak elvittek. Nem tudja, hogy hogyan köszönje meg. Vagy tudja? Mi is volt ez a szó? Ilyen... Várjál! Ott gondolkozzam. Ez olyan más volt, hogy a siker reményében... Bruce-szal valamit megbízott, hogy adjon valami nagyon különleges, ilyen ajándékot, díjat, kitüntetést. És a gyors reagálásért azok ellen a természet felettik is. Mi a pest? Ilyen kártevők miatt én hát gyakorlatilag megajándékoz minket egy imp mi az a removal, mert tudom, ilyen eltávolító, tehát imp eltávolító commendation, ilyen kitüntetéssel gyakorlatilag. Oh my god. Micsoda, ez valami badge lesz akkor? És ez csak a második a maga nemében. Tehát nagyon-nagyon régóta nem kapott ennyi segítséget egy olyan cserkésztől, mint mi. Te munkád nélkül valószínűleg ez a város nem lenne olyan tökéletes, mint amilyen. Köszönjük, és mit kaptunk? Imp Removal Award. Vagy ez kell, mert azaz, ott a citromfámat adjad. Mit kaptunk? És ez micsoda? This object is important to someone, but they may not be ready to receive it yet. Jó. Az itt viszont csillag. Sticking it to the poor's parasit. Na várjál, lehet, hogy valami új parazit? Parazita? Na, nem tudok beszélni. Szerinted, hogy be tudom donétálni? Aha. Kapitánynál már van valami. Vagy nem? Nem, az nem a kapitánynál. Itt van egy bogár még. Várjatok, kapitánynál. Aha, tudtam én, hogy új ez.
Nézzük, mennyit ér. Ó, 4000-et ér. A 30 gemstone-t. Az igen. Ja, szerintem Flémi mutatja, hogy be kell rakni a rönköket. Aha, Flémi mutatja, hogy be kell rakni. Viszont már nem tudunk senkinek a mai nap folyamán segíteni, úgyhogy ennyi volt mára. Posta Macitől megvettünk mindent, Mr. Kittől megvettünk mindent. Hogyha minden igaz, akkor... Ja, ezt adom még el. Ezt adom még el, meg ezt. Így. És... ja, még ezt kell gyorsan megkeresnünk. Az artifaktokat. Várjátok, ezt kiásom. Helyes, helyes. Jöjjön a gesztenye. Hogy forrósodik. Ott nem, ott jeges. Ott is jeges, de itt erre valahol az előbb izé volt. Egyre nagyobb a jég, várj, ez nem jó. Van valami, amit fel tudok venni, elhagytam itt egy jézes burgonyát. Hopp! Egyre nagyobb a láng. Azaz, egyre nagyobb. Amit már nem nagy. Fölfele. Ott van! Nem tudom még. Majd mindjárt versnek írok, aztán meglátjuk, mert... ha ma még ráír, akkor lesz. Ha nem ér rá, akkor elmennék Hogwartshoz. Nem tudtam felvenni, mi maradt ott? De. Szevasz, Szomulusz, lehet venni a Rokkától hajat, nem akarod megnézni? Lehet venni hajat? Komolyan? Te süccelsz? Nem csak izét árul? Rucikár? I'd like a haircut. Oh my god! Ezt miért nem mondtad? Oh my god! What? De most miért nem tudom megvenni? Ja, de megveszi, csak olyanra nyírja a hajamat. Na várja, ez így... De nem látszik! Hát nem lehet megvenni, csak... Csak olyanra nyírja a hajamat. És elnyomtam már, hogy ezred. Nem lehet megvenni, csak olyanra nyírja a hajadat, tehát ilyen új hajat csinál neked gyakorlatilag. Ilyen piros szemünk, azt tetszik. Most mondom, hogy legyen piros szemünk, azt hiszem, nem lesz piros. Na, ez jó. Ez így aranyos. Durálja lörk. Csak elfelejtettél én, semmi baj. Semmi baj, nem baj, legalább oda lett, hogy 1500. Semmi baj, bitch, it's fine. Az ez egy 1000 coin. Nem baj. És azt hiszem hirtelen meg lehet venni, de nem csak annyi, hogy izé. Hú, ez nagyon közel van, nagyon jó fele megyek. Nem megyek jó fele. Hát az előbb ide mutattam, most... Ott van! Megvan! És vettem, mint... Nem baj. Megtanultuk. Nem lehet megvenni, csak lehet változtatgatni. Na, ezeket szépen akkor elégetjük. Ezt is. Meg ezt is. Minden más pedig mehet be az inventory-ba. Szia, Geri! Szia! Hogy vagy? Milyen napod volt? Hit, 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 hit
Okie dokie.